Lányok, olyan jó, tök hamar vége lett a sulinak. Ja, olyan volt ez a 6 óra vagy hány volt, mint hogyha nem is lett volna. Ja, amúgy ma mit csináljunk, ti ráértek, mert akkor átjöhetnétek hozzám. Vagy jöjjünk át hozzám, menjünk hozzám. Nem tudom, én ajánlottam fel előbb, úgyhogy hozzám jöztök. Oké, megbeszéltük. Akkor majd iskola után sétáljunk. Mert még van kb. Egy óránk itt. Oké? Megbeszéltük. Jó. Indulás ebédelni. Oké, menjünk. Merre is van az ebédlő? Ja, arra. Már megint itt rohangálnak, mint a félőrültek. Ja, és még azt se tudják, hogy mi a divat. Még most így se vettek fel. De én rajtam sem masniban. Jaj, tudod, hogy Léna nem úgy érti. Úgy, te legalább divatosan öltözködsz. Ők meg nem is vettek fel masnit, vagy olyan cuccot, ami a fejeden van. Nem mindegy, menjünk pakolni. Engem mit hagyjatok? Meg is jöttünk. Jó, tudom, nincs nagy rend és kupi van, de gyertek már be! Nagyon jó a szobád. Tudjuk, hogy néz ki, de tök jó így átalakítás után is. Csak hogy fogunk mi itt elférni? Hát... ja. Ó, kaptam egy üzit. Ne már! Mi van? Ja, mi van? Tulipán már megint posztolt rólunk egy olyat, hogy mi nem tudunk jól öltözködni, meg hogy rohangálunk a folyosón. Nekem írt valamit. Elmondja majd az igazgatónak, hogy rohangáltunk. De nem is rohangáltunk. A gyorséta és a rohangálás az teljesen két külön dolog. Ja, és amúgy az iskolában nincs megtiltva, hogy sétálhassunk gyorsan. Nincs esélyünk, úgyis Tulipánnak fognak hinni. Sajna. Nehogy már egy szemhúnyás nincs, sem fogok aludni, azt tuti. Én se. Lányok, nyugi van, még nem is ettől kell annyira beparázni. Tudtátok, hogy holnap írunk matekból? Mi? Én semmit nem tanultam. Hát, akkor húzz bele. És amúgy, ezt ilyennél nem kaphatunk ki, hogy rohangáltunk. Gyerekek! Nem megmondták a tanárok is, és nem volt beírva a házirendbe, hogy az osztály, vagyis az iskolában tilos a rohangálás. De tanárnő, de mi nem rohangáltunk, hanem gyors sétáltunk. A gyors séta az nincs kitiltva az iskolából, az meg van engedélyezve. Igen, tanárnő, és még hozzá Tulipán hazudik. Ő mindent hazudik rólunk. Tetszem belegondolni. Például múltkor, amikor az a trutymák, vagy nem tudom mi, slime, az a tanári széken volt, azok nem mi voltunk, az tulipán volt. Persze, 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 és még fel is lüktétek tulipánt, azaz csak majdnem. És ezt nem fogom elhinni, mehetnétek a hazudó faktorba, vagy nem tudom, hogy mi ez a hülyeség, vagy nem tudom, hogy mi ez, de mindegy, a lényeg, hogy mehetnétek, nagyon jól hazudtok. De most nem dőlök be nektek. Mindannyian kaptok egy szaktanárit, azaz fejenként, és a következőnél egy osztályfőnöki lesz, beszélek az osztályfőnökkel. Utána meg egy igazgatói, azaz igazgató helyettesei, csak egy utána egy igazgatói. Nagyon rossz gyerekek vagytok mostanában az iskolában. Elsőben jobbak voltatok. De tanárnő! A semmiért is kapunk már osztályfőnökit, meg ilyenek. Hát tanárnő, ez már nagyon nagy gonoszság, és Tulipánnak egyik húzásáért se tetszett beírni ezt az egészet. Jaj, komolyan. Utálom a tanárokat. Csókolom, tanárnő. És még el is hiszi. A feleségedésért még kaphattok igazgatóit, meg mindent. Ah, gyorsan beírom az egészet. Nem hiszem el, olyan jól tudnak hazudni. Azaz csak azt hiszik. De engem nem vernek át. És pont velük lesz matek órám. Úgy is iratok. Ó, a gépem.